225 ezer forint két pálinkáért, ennyit kértek egy fővárosi szórakozóhelyen turistáktól. A nyomozók őrizetbe vették a szórakozóhely üzletvezetőjét és személyzetét, akik becsábították a külföldi férfiakat, majd sok százezres számlát állítottak ki nekik. Bilincsben viszik el a rendőrök egy fővárosi szórakozóhely üzletvezetőjét és alkalmazottait. A három nőt üzletszerűen elkövetett csalással és lopással gyanúsítják. Az üzlet alkalmazottai elsősorban külföldi férfiakat invitáltak be a helyiségbe, majd ott alkoholfogyasztásra bírták őket. Amikor a férfiak távozni akartak, akkor a fogyasztás mértékéhez képest jelentősen túlárazott számlát kaptak. Volt olyan eset, hogy pár pohár pezsgőért és rövid italért 180 ezer forintot, míg két pohár pálinkáért 225 ezer forintot kértek. Az alkalmazottak, hogy biztosan megkapják a pénzt, többször a bankautomatákhoz is elkísérték a férfiakat, de voltak, akiktől ellopták a pénztárcájukat. Ezek a felvételek pedig már ma készültek. A hely műszaki okok miatt nem volt nyitva. A szórakozó helyet egyszer már bezárták, akkor is túlszámlázás miatt. A klub új nevet kapott, de a tulajdonos és az alkalmazottak maradtak. A rendőrség a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve fogta el a gyanúsítottakat. A NAV rendszeresen tart ellenőrzéseket. Az általú megkérdezett turisták nagy része nem is panaszkodott a vendéglátó egységek számlázására. Ezek a lányok is azt mondják, minden rendben volt. Ahogy ez a két turista is jól érezte magát az éttermekben. Egyedül ez a férfi tartotta drágának a 7000 forintos számláját. Budapestre évről évre több turista látogat. 2017-ben több mint 7%-kal nőtt a vendégforgalom, így a főváros átlépte a 10 milliós vendégészaka számot.